Halló, halló! Nagyszerű. Jó hang. Szevasztok! Szép délutánt kívánok mindenkinek. Hát kicsit változott a helyzet, úgyhogy ma is itt tudok lenni, ma is tudok egy picit nyomatni. Imádom ezt a zenét, nekem nagyon tetszik. Azért várom még mindig, hogy lemenjem, mert ez nagyon állat. Nekem legalábbis tetszik, maradjunk annyiba. És ez nagyjából szinte már-már szubjektív, hiszen mindenkinek más az ízlés pedig olyan, mint a segjük, mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikéről. Na, hát tegnap jól megszopattam magam, vagy mi? Ugye bementünk abba a katakombákba, vagy csatornarendszerbe. Ugye, vannak ott katonákok, vannak ott robotok, kicsik, nagyok, vannak kutyák. És azon kéne valahogy keresztül verekedni magunkat. Párszor megpróbáltam, aki itt volt és látta vagy végignézte. Ez tudhatja, hogy hát nem volt egyszerű, na. Most egy picit más taktikával próbálkozom. Azt a köcsögöt ott azt lerohanni nem érdemes. Mert nagyon hamar megtalálnak, többiek kiszúrnak. Úgyhogy elengedjük. Ott szembe az a dög, azt nagyon nehéz kinyírni. Annak, ha nekiállok, akkor csúnya vége lesz. Az biztos. Szinte már-már garantált. És megpróbálom azt a szitut, hogy mi van akkor, hogyha el... súnyogok mögötte, vagy mellette. Itt megpróbálnék esetleg egy... Hát mondjuk ez fedezéknek nem is olyan rossz. Lehet érdemes lenne megpróbálni. De ezt, hogyha elkezd engem pirítani, fú. Nem hiszem, hogy el tudok sonyogni mellette. Ott lenn is vannak robotok. Hát nézzük meg. Ott a csávó. Ott. Valahol. Ott. Na, most megvárjuk, amíg elmegy. Ó, baszol meg. Meg sem ott van. Erre csak mi? Így. Na, most lesz baj. Az a nagy dög az első indul. Ekkora lövöldözése sem
történt vele semmi. Hát akkor ez nekem határozottan azt jelenti, hogy nyugival lehet menni mellette. Lehetőleg úgy, hogy az, hogy köcsög ott elől, az ne szórjon ki minket. Ó, hát arra nem lehet menni. Szevasz, Ricsi. Hát én írtam, hogy streamelek, persze. Hát ilyenkor nem olvasom. Miről maradtam le? Bevezettük a tagdíjat és mindenki befizette? És nem volt lázadás? Nem tudom, merre kéne futni. Az a baj. Fingom sincs. Onnan jöttünk. Semmit. Jó, próbáljuk meg még egyszer ezt. Picsába, menj már be a kurva anyádat. Á, te szart. És fegyvert se vált időbe. A fasznak nyomom a gombot, de most komolyan. És még most sem látunk semmit. Oh. És te hogy lőttél be oda a kanyarból? Te fasz.
Nem. Ez se az. Egyszerűen csak át kell rajta menni. De hogy? Futva? Lehet. Hát... Zsák utca. Ne. Hova menjek most? Baszki! Hát ez nem tartott túl sokáig. Bassza meg! Ott volt pedig a kijárat, tuti. Egyből balra. Hát ez víz. Nem baj. Hát, ha eddig megúsztuk, akkor van ez a tegnapi legutolsó mentés, akkor legyen ez. Semmi loot, semmi pajzs. Jézusom, hát ez... Aha. Fú, bassza meg! Várjál, 29, 14, 45, az volt az, ugye? Igen. Mi a feladat? Hogy hagyjam el a területet a csatornákon keresztül? Hát, várjál. Ez így biztos, hogy nem indulok el. Kell valami pajzs, vagy valami lófasz.
van. Nem akarok ennyi pajzsal átmenni a másik szintre. Hát pedig... Baszhatom. Nincs több. Hát csávó, neked is csak ennyi cuccod van. Jó, hát akkor ennyi. Kénytelenek vagyunk így venni. Anja! Komm in, Anja! Hörst du mich? William! Ich höre dich! Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Gut! Ich versuche, Fergus zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Aktion lesz, úgy látom. Das wird schon. Anja, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Micsoda, öljek meg mindenkit? Nézd a hal, Lakeview-bezőr. Ráadásul kezdjük úgy, hogy egy robottal. Aha. Jó, persze. Ennyi. Wir stecken hier fest. Mussten aufs Dach des... Hey, Anja! Wie heißt das Scheißding hier nochmal? Wir sind auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Hey, lahme Ente! Sind Sie auf der gottverdammten Kreuzfahrt?
Das Regime reißt uns hier den Arsch auf! Fergus, verstanden. Tut mir leid, werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Ó, másik irány. Már megint ez a kurva csatorna. Hú, de utálom. Fasz. Hát egy kurva krokodil, bazd meg. Öcsém. Hát ilyet, bazd meg. Há? De jó lesz pajzs nélkül. Mi van itt? Meine Fresse, Chris! Das war knapp! Immer noch eine lahme Ente, aber die großartigste, die ich je gesehen hab! Fergus, Anya. Helfen Sie allen an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Das Regime wird sich sammeln und ihren Arsch hoch aufs Lake-Apartment-Gebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Falsch. Aus nicht. Hogy menjek így? Balhézni? De most komolyan. Thank you.
Na, talán a robotnál van. Nincs! Ó, te szar! Ha, azért nincs feltöltve. Pajzsunk. Na, ez már egész jó mentési alap. Avagy pozíció. Tegnap délutáni mentés, az jó lesz. Vissza már úgy csak kell menni. Milyen tetőt? Azt ott? Remélem. Hoppácska. Nem baj. Bá.
Megint ugyanaz a sztoribáz meg, hogy megleptek hátulról. Köcsög. Szarolhat kutya. Persze. Most hirtelen ilyen sokan lettetek. Nem már anyád. Faszom, hogy ebben a kibaszott fegyverben már. De nem lehet ezt valahogy átállítani, hogy ne az legyen ott. De most komolyan. Engem kurvára idegesít. Nincs. Jó van, a pajzsomat már megint megettétek. Az a büdös kutya.
Elég ebből a bótkelásból. Hop hop hop. Anya, hát egy gránátozzad lett a nyomorék. Click on me, please. Oh. Köszi szépen. Hát, alig bírtam kibetűzni. Alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Machen wir die Atomkanone bereit! Wovon reden Sie da, Fergus? Die Schockwelle der Atombombe schiebt das Boot vielleicht raus! Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion Kutja, gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Mi az? Nulla pajzsa, nem áll. Sie müssen
nächsten schieren Glasgewicht. Jetzt! Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Klingt wie eine typische Regime-Infiltration. Ich brech beim Generalstab ein und zieh mir die Daten von ihren Computermaschinen. Kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass der Generalstab jetzt auf der scheiß Venus sitzt. Venus? Seitdem sie den Generalstab in Roswell mit einem Atomsprengkopf weggepustet haben, versucht das Regime wieder auf die Beine zu kommen. Also haben die den Generalstab auf einen anderen gottverdammten Planeten verlegt. Die hohen Tiere und streng geheimen Militärgeheimnisse sind jetzt in einer gesicherten Basis auf der Venus. Der Venus? Dahin werden sie es unter keinen Umständen schaffen, mein Bester. Egal, wie viele Waffen oder verdammte Leute sie haben. Diese Sicherheitsvorkehrungen können sie nicht umgehen. Ja, nicht mit der Einstellung. Oder vielleicht, ja doch. In zwei Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilch bei seiner Heimatstadt gönnt. Was denken Sie denn, Anja? William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört ihr zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief gehen. Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hade Lende, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Oh, mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Csak a történelem, de ahogy elnézem, a technikai fejlődés is. Ezek szerint. Azért a 60-as években ilyen cuccaink még nem voltak. Willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen die schon? Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf.
Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Na, mein Gott, der Phönik. Heidelinde, kommen Sie. Sehen Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitsch vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden! Keiner von denen sieht dem Keller auch nur ähnlich! Kommt doch mal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh, ist der Ego, sag. Hast du den Hitler, Papa? Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie... Uiuiuiuiuiui. Verstanden! Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchstverräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein niederträchtiger Verräter! Nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Los, war das. Ach, das... Puh. Wir kommen immer wieder, Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Apropos. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. William, Joseph, Blaskowitz. Hát azért ezt nem nézném ki a főniből, hogy ilyet így csinálom. Mármint a húgyozás a vödörbe. De mindenki előtt. Nem, ez túl emberi. Túl emberi és túl purutja. Ő azért ennél... Jede Zeile, jede Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo. A határozottan másmilyen személyiség volt. Oh, Gottes Willen. Nagyon papó. Hát húre, az biztos, hogy nem mondjuk neki. Und Sie ein Regimewurm.
Ja, Regie. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Sie... Vergewaltigen und töten. Ah, das lässt er sich. Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Ich vernichte euch alle. Ach, fürchterlich. Einfach fürchterlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Oh. Popo, haben wir Schmäh von Tengen? Hat die Agent sie hier ins Spiel gebracht? Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Was habe ich da geschrieben? Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Die Worte stimmten. Aber sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Na, hallo. Ich könne sie sein, was sie nicht verstehen. Sie spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist. Das sind sie. Und sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blazkowicz war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blazkowicz steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene.
Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Der Pudding, der. Ich brauche eine Pause. Text bitte. Ich brauche einen Arzt. Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Ah, lőj itt le, béna. Ezzel kit akartok átverni? Das war schrecklich. Azaz. Ez egy csicska. Hagyjad már. Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. No. Mutassuk meg, hogy kell ezt csinálni. Viel Glück, sieh wichtig, Tour. Boom. Es ist das, was ihr wolltet? Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser! Dann sollt ihr das auch kriegen! Wunderbar! Wunderbar! Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Blaskowitsch! Mein Gott! Fühl, er ist Baszke. Mehr als perfekt! Na jó, hogy perfekt, bazzeng, hát ő az! Hát hogy nem lenne perfekt? Ne nyúj a cuccaimhoz. Köcsög. Hey, scheiß Kanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Na? Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Meine Waffen mal aufrüsten. Oh, ich meine nicht Speichern. Erről nem volt szó.
Jó. Hey, scheiß Kanzler. Lássuk neki még egyszer. Ich schnapp mir deine Odin-Codes. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Zählen in Richtungen auf. Na klar. Dann ab. Ich war auch mal in einem Feuergefecht. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen. Wo war das denn? Vor meiner Stationierung. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Akkor csináljuk is meg. Ja, nem itt. Nem, hanem itt. Azt mondja, hogy pisztoly. Hát annyira nem érdekes. Ez fullos. Hát itt a géppityút lehetne. Az is fullos. Az annyira nem. Lézer. Jó, legyen a lézer. Na. Mentés. 15.09-es jó lesz nekünk. Jó. Oh. Azt hittem, hogy rábírok futni. De nem, bocs. Kutyi. Wiederhole, Alpha ist olyan messzire kell menni? Ajjajjajjajjaj. És lesz itt még közben valami robot is.
Okay. Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha sofort sichern. Alpha ist gesichert. Wiederhole. Alpha ist gesichert. Au. Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha sofort sicher. Alpha ist gesichert. Wiederhole. Alpha ist gesichert. Harminc négy a pajzsom. Ez kurva.
Miért nem tudtam én innen kimenni? Becsukódott az a kurva ajta mögöttem. Most kéne, hogy kinyílj. Ja, kinyílj. Bassza meg. Eldobtam egy gránátot. Picsába. Le lehet ezt hozni, ennél jobban is. Hát nem így. Megint fölletettem ezen a kibaszott ajtón. Kurva életbe. Na persze! Az egyetlen gránátom az szegény.
Jóféle. Nulla. Akkor nagyon gyorsan kéne valami lézerfegyver. Mondjuk így. Ti honnan jöttetek? Na és kurtad a pajzsomot egyből te. Baszolj meg.
Nem baj, úgyse volt pajzsom. De most legalább tudom, hogy ez a szar, ez nem kell. Viszont ha esetleg mégis, akkor ott lesz. De már most sincs pajzsom. Ó, baszki. Üdös franc. Aha, megjöttünk. Da haben wir's ja, mein Ticket raus. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Ki kell menni? Ó, irány az űr! Landung in Chiba.
3, 3, -3, 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 -
Texas im Sommer. So einen kleinen Einbruch. Muss den Generalstab finden. Und die Odin kurz für General Engels Schiff stehen. Rein und wieder raus. Verdammt, ich verbrenne. Ezt a dögöt így nem lehet leszedni. Az. Verdammt, ich verbrenne. Igazán hat meg, vagy hagyja meg. Akkor valami egyéb ötlet? Aus. Verdammt, ich verbrenne. Engedj be!
mentek már picsába. Zenmar TV PN. Kösz szépen a követést. Bakter, jók vagyunk. Ajaj. Mi a tökön van itt, bassz? Leestem. Kéne villámgyorsan valahogy befutni. Még mielőtt. Nem így, nem így nem. Így határozottan nem. Honnan a kurva anyádból tudsz így rám lőni, bazd meg? És megint nem maradt egy deka pajzsom. Hát ilyet. Ezeknél sincs. Csóró. Baszket, ezért taktikázom. Mindegy volt. Bassza meg már megint. Húzva életbe. Nem, nem, hát ez nem jött be. Kicsit
finomabb technika kéne. Hát... Na, Pajti, merre? Ott mint egy darab fasz. Menj már picsával hova. Bukta.
Honnan a faszból lőttél le? Micsoda? Hű. Hát igen, és itt szoktak azok történni, hogy kidugom a kis buksomat és bum. Hát, egy könnyű. Ja, hogy még drón is van. Aha. Meleged van, tesó. Várjál. Kis klímát tolunk, tessék.
picsába. Nem, nem jó ez a fegyver, nem kell. Kurva anyárat már! Ah, mindegy. Lebuktunk. Parasz. Faszom. Hát nem tudom, ezt hogy lehetne jól megoldani. Merre kell menni? Oké, hogy generálstáb, de hát... kell nekem egyáltalán itt lenni fent? Csak mert, hogy ott lent volt a jelzés. Abba gondolom, hogy... itt nekünk nincs dolgunk.
zu heiß. Ich brauche eine Abkühlung. Na jo. Bitte, Franz. Hogy jöttetek ide? Видишь? Kis geci drón. Eddig nem volt kis geci drón. Most az is előkerült hirtelen. Nem tetszik ez nekem, nem jó helyen vagyok. Vagy én nem tudom bazzak be. Hogy lehet még rossz helyen? Sajnos az van, mindenkit le kell zúzni. Onnan kijött az előbb a kutya. Oda kell bemenni. Remek. Thank you.
Jó, és akkor meg nehezítésként ilyen... ilyen úton voltam előtt. Kell dekkolnom, mert hát ugye hűteni kell ezt a kibaszott ruhát, mert megfőd az agyunk. Bassza meg. Mozdulj már! Legalább egyet tudja kinyírni, úgyhogy az összes többi nem akar megölni. Elindul le. Végét. Gyerünk! Kocsó. Ne, ne, ne! De... és nem onnan jött a drón, ahonnan számítottam rá. Már megint máshonnan jött, már megint máshogy. Thank you.
der Gestank. Na, így már jó. Ó, bazd meg. Tényleg ott álltál? Tudod mit? Ölj meg! Ölj meg! Ölj meg! Gyerünk! Na. Tudok egy jobbat. Kapé! Újra kezdem! És ott állok. Ne lövöldözzél! Faszparaszt! Zu heiß. Ich brauche eine Abkühlung. Fasza, jó van. Igen, igen, azaz, úgy. Jó, pont akartam mondani, léci. Te most hol lettél? Te, csicska.
Oh. Pedig majdnem megvolt. Én nem szarakodok, gyerünk. Nyomassuk. Puska. Mi? Nem haltál meg, de hogy nem? Nem jó a fegyver. Ide más kell. Hát az a baj, hogy a lézerfegyver meg lassú. Vagy mi ez? Energia. Kábel, köcsök. De és... Hogy lehet azt, hogy nem találom el ezzel szarra, bazd meg? Nem már! Kus! Nézd meg! Akkor hova megyek be? Ide. Maradt 15 pajzs. Kiváló. Nincs is több. Na, akkor szedjük össze, ami van. Na, és most? Pű, meleg van. Klíma is on. Gyere! Ah! Hűha! Van valami. Már nincs. Azt a kurva! Hát így ez nem lesz jó. Hát bassz, de mire lő egyet, odébb megy. Lehet, hogy csendbe kellene ezt is. Nem tudom, csak gondolom.
De legalább lenne valami támpontom, hogy merre menjek. Na, hord el magad. Hát arra biztos nem kell menni. Jó, van a nehéz tízé. Aha. Jó. Tehát vagy meghalunk, vagy megsülünk. Hát én itt akkor mentenék, köszönöm. 16-46-os, jó lesz? Jó. Ne. Hát nagyon ne. Már leesett. Ez minek volt ott? Hát ezért. Na. Bejöttek a drónok? Hadd ne kelljen újra kezdenem. Léci.
gyorsan. Pajzs, meg minden, ami van. Maxira. Ez üres. Ez is még most nincs semmi támpont, hogy hova menjek. Ó. Hát szerintem itt lesz egy kis balhé. Hát figyeld meg a csávó. Robot kutya. Hopszika. Mi volt ez? Véletlen volt. Bocsika.
anyádat azt. Ekkor egy buzi vagy ott bujkálsz a sarokba. Hogy nem haltál meg a robbanásba? Még valaki? Ott egy sarokba. Ja, az nem az. Na, pont így gondoltam én is. Mit lábatlan kocit? Ihr denkt vielleicht, dass ihr seid die Hölle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Valaki itt fütyöl. Meg köhög. Hopp. Jó. Na. Persze, Pityu. Na, megérte? Köcsög. Ihr denkt vielleicht, dass ihr seid die Hölle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies.
micsoda csúzlinger. Csak hát sajnos itt pont nem jó. Vagy hát... De csak nem így. Hát nulla pajzsa, menj már a faszomba. Nem pont ez volt a terv. Az egy jó lövés volt. Nem szándékosan megyek ilyen lassan, csak nem megy gyorsabban. Jaj, mi a tök? Gondolom, haver, nekem is melegem van. Hmm.
Déjà-vu. Déjà vu. Nem fogod lelőni a... egy kis pajzsacskámat is, te buzi. Nem tudok oda lőni, ember, hát hogyan? Hát nem fordul akkor át. És ezt meg nem tudom magammal vinni. Akkor jelenik meg az összes fasz, mikor én oda leugrok. Mentek a faszomba már, de tényleg bazd meg. Nem tudok ráfordulni akkor el. Hol vagy? Ügyes szarta. Nulla pajzs. Húrá.
Ez mi volt? Köcsög duda. Mi van? Helyzet, hogy közben lőnek.
Pont úgy le is tudsz lőni onnan. Ez kurva egyértelmű az, hogy ne? Nyilván. Na jó. Akkor hagyjuk ezt a puskát. Na, robotkutya már megint. Hát... sok egyes, öt, köszi a feliratkozást, vagy a követést. Bárcsak feliratkoznának. Hát odáig még... sok munka van. Nem jó ez a taktika. Nem jó. Na, ezt a szuper csúzlit itt lerepom. Bazz, akadjál fönn már mindenhol. Tényleg. Atya Isten, mi ez? Valami támpont, hogy merre? Thank you.
nem jó. Ez sehogy nem kell, ez a fegyver. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Lassú, nehéz. Már ki is szúrtak, jó van. Hol a kutya? Anyádat, hát nem igaz, bazd meg. Ennyit leszedek, és akkor valahonnan a semmiből. Na hát. Szarjásünk.
Hogy az anyád? De tudtam, bazd meg. Te büdös szar, te.
De akkor legalább ne 10 éve menjek már neki. Pajzsa. Nulla. Ez milyen mentés ez? Baszki. Hát, tök mindegy akkor. Mert te ilyet is tudsz. Ez egyértelmű, bazd meg. Hát hogyne? Ez csak természetes. És visszaesik, hát. Nem ezt akartam. Nyilván. Ránát nem jön? Okay.
Na, még egy utolsó próbálkozás. Hogy basznád meg a kibaszott fegyveredet. Akkor állsz neki vacakolni tőled, mint te fasz. Túléltem. Ne! Pazd meg, hihetetlen. Azt hittem meghaltam. Majd most. Mondom. Akkor mindegy, hagyjuk. Ez már ennyi elég is volt, sőt még sok is. Úgyhogy fú. Te borzalmas. Egyszerűen borzalmas. Na. Nem tudom pontosan, hogy mikor fogom tudni még ezt folytatni. Nagyjából... Hát... Talán a hétvégén valamikor, de nem ígérem meg. Szombaton tudjátok, Warzone stream van. Kopaszoztak kalandjai. Szokásos heti... próbálkozások, mondjuk így. Mert semmire nem megyünk, hogy általában, úgyhogy éppen ezért csak próbálkozunk, kicsit megpróbálunk lazulni, de hát nem mindig sikerül. Valamikor jobban felbasz a játék, mint bármi. Úgyhogy nem tudom, meglátjuk, hogy mi lesz. De tartsatok velem legközelebb is. Ezzel a Wolfenstein-nel pedig nem tudom. Hát szombaton nem ígérem meg, vasárnap pihenő. Úgyhogy valószínűleg hétfőn fogok ezzel ismét játszani. Most már nagyon-nagyon szeretném befejezni. Megmondom őszintén. Kúra sok idő már benne van. Rengeteg. Tehát nagyon sok tényleg. Most is ugye körülbelül 3,5 óra. Előtte is 3,5-4 órák mennek bele. Számolatlanul. Nem tudom. Nagyon hosszú, de nagyon jó ez a játék. Hát mondjuk nem a legnehezebb fokozaton kéne, mert ugye én azon nyomom. Egy kicsit... hát... Ne a legnehezebb fokozaton nyomjátok. Csak ezt tudom mondani. De nem is a legkönnyebb fokozaton. Kettő között valahol. Nem tudom, találjátok valamit. Na. Tehát akkor szombaton Warzone. Hétfőn pedig ismét ezzel találkozunk akkor. Legyetek jók, szevasztok.